előző adásunkban tett ígéretünkhöz híven továbbra is a junior világbajnoksággal foglalkozik a szökkenő vándor. Méghozzá most a juniorok és az IFIK országos bajnokságán keresztül mutatjuk be a világbajnokságon induló versenyzőket. Természetesen itt van velünk dr. Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke is. Elnök úr, az országos bajnokságok következnek most itt a szökkenő vándorban. Milyennek találtad a gyerekeket? Hát jó formában voltak, már nem mindenki, de azért a legjobbak azok jó formát mutattak. Összetettben Mokovics Mirtil nyerte a lányoknál, ugye Szújó Hannal pedig a szerenkéti döntőbe brillírozott, ott többszert is megnyert. Reméljük, hogy a formájuk egyre jobb lesz, most már nagyon kemény összetartás van, nagyon sok edzőtábor van, most jelenleg is Tatánban a edzőtáborban. Mi a helyzet a fiúknál? A fiúknál ki kell emelnem Balázs Krisztiánt, ugye, aki most hatszeren indult, de ő hónapokig talajozni és ugrani nem tudott a lábfájdalma miatt, de most már úgy néz ki, hogy meggyógyult, nem tökéletes, de mind a hatszeren el tudott indulni, de azért a legjobb szerepén például korláton és nyújtón azt simán nyerte a versenyt, úgyhogy pont ettől a kétszertől várjuk eredményeket, és reméljük, hogy érmes helyezést is fog hozni majd a világbajnokságon. Egy-egy ilyen nagy világesemény előtt, amikor te annak idején, mint sportoló, kétszeres olimpiai bajnok készültél, mit jelentett hazai közönség előtt versenyezni? Hát ez a legszörnyűbb, hogy nem versenyeztem nagy világversenyen hazai közönség előtt, nekem nem jutott ez a nagy szerencse, de láttam hazai közönség előtt indulni, ugye Csolány Szilvesztert, Berkli Krisztiánt, világbajnokságon, Európa-bajnokságon is. Valakire ez pozitívan hat, a közönség, a hazaszeretet, nagyon sok minden, van, akit pedig összenyom, most ezek fiatalok, bármi megtörténhet, én drukkoljunk azért, hogy segítse őket mindenféleképpen a versenyzésben. Hát nagyon reméljük, hogy így lesz. Következzenek akkor először a lányok, majd a fiúk az országos bajnokságon. Hagyományosan a budapesti központi tornacsarnokban rendezték meg az ifjúsági első osztályú országos bajnokságot. Remek megmérettetés volt ez az első győri junior világbajnokságra készülő keretnek is. Draskóczi Imre, a női torna szövetségi kapitánya mesélt a felkészülésről és az elvárható eredményekről is. Ilyen két hetes ciklusokban tettük a versenyzést. Én úgy gondolom, hogy a felkészülésnek megfelelően haladnak. Ugrással láttam Mokovics Mirtilt egy előrelépést, ez külön öröm volt számomra. Összességében pedig még azért vannak bizonytalanságok. Nincs sok idő átra a VB-ig. Mi az, amit még ebben a rövid időintervallumban ki lehet javítani a lányoknál? Hát ennyi idő után azt gondolom, meg a tapasztalat is azt mondja belőlem, hogy a legfontosabb most már az önbizalmat megadni. Minél több sikeres, pontos gyakorlatokat edzéseken végrehajtani, akkor van esélyünk arra, hogy a versenyen is majd egy nagy világversenyen, mint az első világbajnokság a junioroknál, helyt tudnak állni a lányaink. Lehet valamiféle elvárást támasztani feléjük, vagy a pontos, fegyelmezett torna mindenek előtt? A női junior utánpótlás nem abban a helyzetben van, hogy itt külön olyan eredményeket reméljünk, vázoljunk, amit mondjuk a fiúknál elvárható. Nálunk Szilágyi Nikolát, az UTE versenyzőjének van olyan gerenda gyakorlata, amiben reménykedünk esetleg a finálé közeli helyben. Ez is tulajdonképpen egy összetett finálét szeretnénk még elérni, ez amit a női junior csapat ki tud hozni magából. A leány ifjúsági első osztályú országos bajnokság egyéni összetett bajnoka Mokovics Mirtil a Dunaferese tornásza lett. Az aranyéremhez összesen 49,1 pontot szerzett. A szerenkénti finálék elején rögtön ugráson Mokovics Mirtil bokája megsérült, ezért a többi szeren inkább nem indult, hogy kimélje sérült lábát. Nagyon jól sikerült, összetettben első lettem, minden sikerült a szerekem. A mai nap az nem úgy sült el, ahogy terveztük, mert az első szeren, ugye már ugráson megnyomtam a bokámat, ezáltal visszamondtuk mind a maradék szert, úgyhogy sajnos nem értem el helyezéseket. Min kell még javítanod a jövőben? Felteszem, a VB-ig már nincs sok idő hátra, úgyhogy pihenés kell, hogy a fókuszban legyen nálad. Igen, még ugye mind a négy szeren próbálni erősíteni, vagy pontosítani. Igazából ezek a fő célok. Milyen eredményt vársz magadtól a világbajnokságon? Magamhoz képest szeretnék, tehát hogy magamnak szeretnék úgy megfelelni, hogy tényleg minden sikerüljön, amivel kimegyek.
eredményeken ugye így nem gondolkodtam, meg nem is az eredmény fontos most nekem, hanem tényleg az, hogy amit kiviszek, azt úgy pontosan meg tudjam csinálni. Van benned vagy a csapattársaidban egyfajta druk, hiszen mégis lesz az első alkalom, hogy juniorkorú tornászok számára VB-t rendeznek, ráadásul ugye Győrben hazai pályán lehet a szerekhez lépni és bizonyítani. Igen, én egyébként nagyon örülök, hogy itt lesz Magyarországon. Próbálunk, tehát tényleg az, hogy így a csapattal is olyan helyezést elérni meg, tényleg, hogy minden jól sikerüljön. Az egyéni összetett versenyben Szújó Hanna a TC Békés Csaba kiválósága 47,2 pontot ért el, ez az ezüstéremre volt elég. A szerenkénti döntőkben az ugrást a felemás korlátot megnyerte, Gerendán második lett, míg Talajon a harmadik helyen zárt. A selejtező napján Talajon kezdtünk, nagyon jól sikerült a Talajom szerintem, és így tök jó pontos volt, meg egész jó volt. Ugrás az nagyon jól sikerült, beláttam mindkettő ugrásomba, és nagyon örültem neki. Korláton az eleje megvolt, de a végét azt elrontottam, sajnos leestem, és a gerendán is leestem, de szerintem egész jól sikerült. Mi az, amiben még fejlődnöd, javítanod kell ahhoz, hogy még ennél is jobb szereplés legyen a junior VB-n? Mindenféleképpen a pontosságon szerintem az nagyon-nagyon sokat fog számítani, főleg, hogy most a bírókkal beszéltünk és elmondták, hogy mik a hibáim, szóval szerintem csak ez, és akkor így minden jó lesz. Ugye az első junior torna világbajnokságról beszélünk, amit ráadásul hazai pályán Győrben rendeznek. Te hogy érzed, illetve mit veszel észre a csapattársakon? Izgultok? Milyen lesz ez? Hogyan készültök erre a megmérettetésre? Hát most már ugye, hogy kialakult a csapat, így mindenképpen szurkolunk egymásnak, hogy összeszokjunk, meg hát azért ugye nem egy helyen lakunk, és amikor így versenyek vannak, akkor mindenféleképpen beszélgetünk, hogy mi újság van, és akkor szerintem ez így sokat segít a összeszokásban. Melyik a legerősebb szered, illetve hogyan szeretnél szerepelni a torna VB-n? Szerintem most, hogy így megcsináltam a ugráson az új elemem, ezért ott vagyok erősebb, de szerintem a gerenda se rossz. Mit vársz egyébként magadtól ezen a tornán, illetve mi az elvárás, most mondom így, az edzőktől felétek? Hát mindenféleképpen a versenyeken az, hogy megcsináljuk a gyakikat, és hogy pontosan. És persze bennünk is van egy olyan elvárás, hogy nem szabad leesni, és ezt meg kell csinálni. Szerintem ez fontos, hogyha így magadtól is elvársz valamit. Szilágyi Nikolett az UTE tornász reménysége az ifi OB első napján harmadik helyen zárt, így még felléphetett az egyéni összetett eredményhirdetés dobogójára. Kereken 46 pontot szerzett, a szerenkénti megmérettetéseken ugráson és talajon második lett, a gerendát pedig megnyerte. Szerintem egész jól sikerült. Első nap a korlátom az nem volt olyan jó, mint szokott lenni, azon még javítanom kell, de úgy gondolom, hogy a második nap egész jól teljesítettem. Melyik szered volt szerinted a legerősebb? Szerintem a gerendám lett most a legerősebb. Milyen volt ez a gyakorlat, illetve milyen eredményt sikerült elérned? Első lettem, sikerült megnyernem, még a kötéseimre oda kell figyelnem, hogy pontosítsak. Mit várhatunk tőled a junior torna VB-n, hiszen már nincs sok hátra a megmérettetésig? Hát én most új elemeket nem szeretnék belerakni, egy csomó mindent sikerült újítanom, szerintem körülbelül ilyesmi eredményeim lehetnének ott is. Az MTK Budapest tornásza Szmirnov Anna a VB keret tartalék versenyzője. Az ifjúsági országos bajnokságon csak felemás korláton indult és kvalifikálta magát a döntőbe, ahol második helyen végzett 11,5 ponttal. Igazából csak korláton indultam, de nekem az nagyon jól sikerült, nagyon büszke voltam magamra. Hogyan készülsz már a VB-re, hiszen gyakorlatilag itt van a nyakunkon? Minden nap edzek rengeteget, csinálom a gyakikat folyamatosan, és ha bármi hiba adódik, akkor mindig kijavítom. Milyen újdonságokkal, új elemekkel vagy felturbózott gyakorlattal készülsz, ez mégiscsak egy világbajnokság lesz? Hát én ugrásan egy Jucsenko nyújtott testű csavar szeretnék bemutatni. Korlát az marad, amit most mutattam be. Gerendán sem szándékozok új elemeket, csak pontosítok, és talajon egy fóderegés csavart szeretnék beiktatni a gyakorlatba.